Szia, Anna Szavina vagyok, 1993. december 29-én születtem Debrecenben. Tiszaikaron jártam az általános iskola 8 osztályát, majd ezt követően pedig a Tiszafüredi gimnáziumban végeztem tanulmányaimat. Pszichológusnak szerettem volna tanulni, épp ezért a Debreceni Egyetem pszichológia szakára jelentkeztem. Jelenleg a mesterképzést végzem. Tanulmányaim során eléggé szertágazó érdeklődésem mutatkozott meg. Többek között szeretek kézműveskedni, írni, valamint a katonaság is nagyon érdekel. 2013-ban végeztem el a Szentendrei Altiszti Akadémián egy alapkiképzést, melynek révén jelenleg önkéntes műveleti tartalékos törzsőrmester vagyok. 2008-ban kezdtem el írással foglalkozni, 2010-ben jelent meg első regényem Szfinxek szigete címmel. Ezt követően is sokat írtam rövidebb történeteket. A diplomamunkám egy részével, melyben a kreatív emlékezet vizsgálatával foglalkoztam, részt vettem az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, mely pályamunkámmal második helyezést értem el, és ez megjelent a Juvenilia 6 kötetében. Most pedig a 2010-ben megjelent Szfinxek szigete című könyvemből szeretnék egy részletet felolvasni önöknek, mely részletből tulajdonképpen megtudható az, hogy hogyan is lett ez az én elképzelésem szerint, hogyan született ez a faj, mint Szfinxek. Az első ősünk Giring Aran volt. Az ő történetét szeretném elmesélni nektek. Kezdte meséjét a Szfinx lány, és tekintete messzire elrévett. Szigetünk hosszú-hosszú ideig az oroszlánok irányítása alatt működött. Ezek az oroszlánok nem tudtak beszélni, nem voltak túlságosan értelmesek sem, csak az ösztöneik irányították őket. Ám akadt köztük olyan, aki jóságosabb volt a többinél, némi szelítség rejlett benne. Több százan éltek itt a szigeten, ami halban és vadban, vízben és fában gazdag volt. Tökéletes lakhely egy ekkora kolónia számára. De egy nap emberek nagyobb csoportja érkezett, borzongott meg, s úgy belemélyedt a mesélésbe, s olyan átéléssel mondott ki minden szót, szinte énekelve, hogy Jake és Ariana úgy érezte, már is visszarepültek a múltba. De akár előembereknek is nevezhetném őket. Hátuk hajlott volt, beszélni nem nagyon tudtak, pár szónál több nem volt a szókincsük, s értelmük, lelkük sem volt tiszta. Vitorolni érkeztek messze földről, mivel a sziget nyújtott a kedvező körülmények és lehetőségek őket is vonzották. Elkezdődtek a harcok, súlyos és gondterhelt idők voltak akkoriban, ráncolta homlokát. Rengetegen elpusztultak, mind az oroszlánok, mind az emberek közül, hiába. Mert hiába harcoltak, a semmiért. Egyik fél sem győzhette le a másikat. Az embernek volt fegyvere, az oroszlánnak meg rettenetes ereje. Évekig folytatódott a vérontás. Az emberek vezetője egy Giring nevű erős jellemű ember volt. Harcos, bátor, talpra esett és sokkal jóságosabb, mint barbártársai. Ő vezette csatába harcosait. Ariana közbe akart kotyogni, de Jake csendre intette, Adelaide meg mintha az egészből semmit nem vett volna észre, ősi lágyhangon folytatta. Az oroszlánoknak is volt egy vezetője, őt Arannak hívták. Legalábbis az emberek így nevezték el, mert mikor annak harcosai elbődültek, mindig valami ilyesmit véltek kihallani belőle. Ő erősebb, méltóságteljesebb és szép lelkű volt mindegyik szörnyetegnél. Uralkodásra termett. Giring és Aran is harcba vitte seregeit. Giringnek nem nagyon volt ínyére az állatok felesleges vérontása, és Aran sem volt odáig az emberek pusztításáért. De mindketten népük érdekeit képviselték, nem engedhettek a másiknak, ha tudták is, hogy ez végzetes lesz. Az ütközetben Giring és Aran egymás ellen párbajozott. Mindketten fiatalok, erejeteljükben lévő férfiak voltak. Giring kardjalapjával hárított minden súlyos csapást, de Arant megsevezni lehetetlenségnek bizonyult. Giring könnyebben fáradt, mint ellenfele, és mikor legjobb barátja az egyik oroszlán karmai közé került, hátrált, hogy segítsen neki. De nem volt elég éber, egy rossz lépésen és egy pillanaton múlt minden. Arant kiverte a kezéből a kardot és ráugrott. Giring a földön kötött ki, s várta, mikor tépi le a fejét a hatalmas oroszlán. De az nem következett be. Az oroszlán csak nyugtatta első mancsait annak mellkasán, nem engedte ki gyilkos karmait. Mélyen egymás szemébe néztek, s felismerték egymásban a rokon lelkeket. Az orr külső mindkét esetben szelíd belsőt rejtett. Közben a harctéren megállt minden ember és oroszlán. A
harc félbeszakadt, vezéreiket nézték. Itt és most eldőlhetett volna minden, az évekig tartó küzdelem véget érhetett volna. Egy harapás, ennyi kellett volna. De Aran nem tudta megtenni, képtelen volt elpusztítani rokon lelkét. Tétovázott, a többi oroszlán biztatólag üvöltött. Buzdították a maguk sajátos nyelvén. De Aran csak nézett az ember szeme mélyére, ahol meglátta annak igazi arcát. Lényének minden egyes porcikája tiltakozott a gyilkosság ellen, s nem tétovázott többé. Adelaide elhallgatott egy pillanatra, Ariana lélegzeti pedig alakadt. Felüvöltött tehetetlenségében, ha nem gyilkol, őt ölik meg saját harcosai, viszont ha ő gyilkol, elpusztítja lelkén rokonát. Ám hatalmas pofájából az üvöltés mellett más is elhagyta torkát. Vakítóan fehér, izzó fény tört fel belőle, körbevéve őt és az embert. Harcosaik semmit sem láttak, csak a fejüket kapkodták és takargatták a perzselő fény elől. Amikor képesek voltak kinyitni szemüket, nem láttak már sem Giringet, sem Arant. Helyette egy csodálatos lény állt ott teljes tökéletességében, Giring Aran. Felső teste emberi volt, Giring vonásai némileg tükröződtek rajta, de szinte mind elveszett és gyönyörűbb lett. Lelkeik új testet öltöttek, immár egyetlen egyben. Giring Arannak mély színű hosszú haja volt, s szeme akár az olvadt arany. Oroszlán teste izmos, erőteljes, és bundája, mintha sejemből lett volna, úgy csillogott. Hátából pedig két óriási angyalszáj nőtt elő. Kétségtelenül a legtisztább, legtökéletesebb és legkülönlegesebb lény állt a harcosok előtt. A harcosok előtt, akik külön-külön tisztelték és felnéztek vezetőjükre, de az új lénytől visszariadtak. Első reakciójuk a félelem volt, majd az átlendült támadássá. El akarták pusztítani vezetőiket. Giring Aran pedig szinte még fel sem fogta, mi történt vele, menekülnie kellett. Ösztönösen kitárt a szárnyait és felrepült a magasba. De lentről nyilvesszőket lőttek királya, és azok számos helyen megsebezték. Az emberek és az oroszlánok együtt üldözték őt odalent, és embertársai fegyvereket hajítottak testébe. Az eddig ellenségeskedő két faj egy valamiben értette egyet, és ez némileg összekovácsolta őket annyira, hogy eredeti céljuk feledjék. A lényt el kell pusztítani. Giring Aran nem bírta sokáig. A fegyverek számos helyen megsebezték, mikor pedig lejjebb zuhant, harcosai is belemélyeztették fogukat, kis híján lerántva őt. De lelke erősebbé vált, s kitartása is sokszorozódott. Egészen addig repült nyomában egykori népével, családjával és ellenségeivel, míg nem besötétedett. Emberfele észrevette, hogy érzékei kiélesedtek, és a sötétben is lát, s így utolsó csendnyi erejével legalább nem a biztos halálba zuhant, hanem egy erdő mohos talajára. Itt érte az öntudatlanság mélye, s úgy gondolta a halál is, de nem így történt. Másnap reggel, mikor kinyitotta szemeit, két arcot látott meg. Ember és oroszlán együttesen emlékezett, hogy mindkettő nagyon fontos volt számára. Még ember és oroszlán mi voltokban, Giring is és Aran is megtalálta lelki társukat, asszonyaikat. Egy fiatal nő és egy nőstény oroszlán volt mellette. Igaz, a nő már nem Giringet látta maga előtt, akit megszeretett, s az oroszlán sem régi párjaként tekintett a lényre. Legalábbis nem teljesen. Szemében mindkettőt fel lehetett fedezni, kettő volt, s mégis egy. Az embernő bekötözte Giring Aran sebeit, az oroszlán nőstény pedig élelmet görgetett az orra elé. Egyiknek sem tetszett ez az új helyzet, de mindegyik túlságosan ragaszkodott párjához, semmint hogy elengedje. Több napon át viselték gondját, a legnagyobb titokban, állandó őrizet alatt. A nő és az oroszlán szövetséget kötött, közös cél vezérelte őket, életben tartani a csodát. De ez nehéz feladatnak bizonyult. Az emberek és oroszlánok követték és meglepték őket. Mindkét asszony számos sebesülést szerzett, Giring Aran üvöltött a tehetetlenség okozta fájdalomban, és az újonnan szerzett nyilaktól. Nem tudta, melyik asszony elé álljon, melyiket védje, hisz mindkettőt szerette. De ekkor megtörtént a második csoda. Két asszony lelke is egyé fort, vakító fehér fényhőn bölykött körülöttük, s megszületett, vagy inkább újjá, Céria. Szebb volt Giring Arannál, sokkal nőiesebb és finomabb vonások uralták. Haja derékig leomló búzakalász, szeme olyan gyönyörű kék volt, hogy még az ég is szépségét vesztette mellette. A harcosok első reakciója ugyanaz volt. Félelem. De nem támadtak. Már barbár törvényei közt réges-rég ott volt ez a törvény, hogy inkább szabályszerűség, hogy az asszonyokat, nőslényeket nem bántják, hanem tisztelik. Cériát is tisztelték. Azt pedig megparancsolta nekik, hogy hagyjanak fel a küzdelemmel, éljenek békében egymás mellett. És ez így is lett.
A territóriumokat felosztották, és az évek során még számos oroszlán és ember talált egymásban rokon lelket, és vált szfinxzé. A szigetnek csak két igaz uralkodója volt, Kiringaran és Széria, akik véget vetettek a vérontásnak, és szebb jövőt teremtettek mind az embereknek, oroszlánoknak és szfinxeknek.